540,000 American troops and 31,000 died there. Using an apple is very easy. For the truth to sink in, we've got to catapult the propaganda. Valószínűleg mostára mindenki hallott már a sri lankai bomba támadásról, melyben 290 ember meghalt. Ez mindössze néhány nappal a notre dame tűzeset után történt. Április 21-én, az év alig hanem legnagyobb pogány ünnepének napján, ami ugye húsvét vasárnap. Bizonyára azok, akik követik ezt a csatornát, tudják, hogy én próbálom összefoglalni azokat az érdekes jelenségeket, amelyek egyes eseménnyel kapcsolatosak. Úgyhogy hagyd mutassam meg azt, hogy húsvét vasárnap, ez ugye Easter Sunday 44 a pitagóraszi numerológiában, és az az érdekes, hogy a magánhangzó 22, más 22, úgyhogy ez egy tökéletes numerológiai egységet alkot ez a kifejezés. Amennyiben valaki nincs tisztában teljesen, a húsvét eredetével annak azt javaslom, hogy nézze meg az erről készült videókat, vagy az Infobubble, vagy pedig az Infobubble 2 csatornán. Mindenképpen hasznosnak fogjátok találni, biztos vagyok benne. Ezen robbantás sorozat hatására 21 millió embert kellett lezárni Sri Lankában, erről beszél Manisha Gunasekera, az Egyesült Királyságbeli Sri Lankai megbízott. Azt már csak érdekességképp hozzátenném, hogy Gunasekera az 33 a káldeusi numerológiában. Ugyanúgy, ahogy az összes úgynevezett terrortámadás előtt, ezen robbanás sorozat előtt is a hatóságok már rendelkeztek információval, legalábbis ez az, amit a CNN elárul legalább 10 nappal korábban. Ez bizonyítja az a dokumentum, melyet április 11-én Priyalal Dissanayake írt alá, aki a silankai rendőrség egyik nyomozója és a neve mellesleg 77 a pitagóraszi numerológiában. A robbanás egyébként templomokat és különböző szállodákat érintett. Ha jól értemezem, akkor Sri Lanka fővárosa Kolombo volt az egyik érintett helyszín, Kolombo 33 a káldeusi numerológiában. Gondoltam megosztom mindazokat a dolgokat, melyeket így a kutatás során kitaláltam az országról. Hivatalos elnevezése Sri Lankai Szocialista Demokratikus Köztársaság, a fővárosa pedig Kolombo. Elég nehézkesnek tűnik kitalálni, hogy honnan is ered a név Sri Lanka. az biztos azonban, hogy a hindu mitológiában ezt a szigetet Lankának hívták, Lanka pedig azt jelenti, hogy sziget. A görög elnevezése a szigetnek Tamba Panni volt, mely rézvörös kezeket jelent, vagy pedig rézvörös földet. Ez nyilvánvalóan onnan ered, hogy a föld színe rézvörös volt, és ez az, ami beszínezte a munkások kezét. Az is valószínűleg világos mindenki számára, hogy Ceylon vagy Ceylon az ország korábbi vagy régi neve. Az arabban egyébként Serendib. Ennek a szigetországnak az elnevezése, mely 434 km hosszú és 225 km széles, és az indiai óceánban találhat, nem messze India partjaitól dél felé. Azt érdekesnek találtam, hogy ugye arabul Serendib a neve az országnak, Perzsák is hasonlóképpen nevezik, ez a szó az angol serendipity eredete, és ha megnézzük, hogy mit is jelent ez a szó serendipity, akkor azt találjuk, hogy ez képesség értékes dolgok találására ott, ahol kevéssé valószínű. Az Oxford Online Dictionaries.com megmutatja azt, hogy 20,7 millió a lakossága Sri ez 2015-ös adat, 1972-ig pedig Ceylonnak hívták. A történelem során Portugál, Holland és Brit gyarmatbirodalom része volt, 1815-ben a brit birodalomhoz csatolták, majd 1948-tól a brit nemzetközösségnek a része. 72-ben vált függetlenni, ekkor változott meg a név Ceylonról Sri Lankára, 1981-től viszont folyamatos harc dúl a kormányerők és a tamil függetlenségi harcosok között. Ezt elfelejtettem megmutatni, de itt található Sri Lanka, ez India és a déli csücskétől délre az indiai óceánban. Bejelöltem a fővárost colombo hogy mindenki meg tudja találni. Nem tudtam egyelőre megfejteni a Ceylon jelentését, az viszont úgy tűnik, hogy biztos, hogy a portugál Ceylao kifejezésből származik. Vallásilag a buddhizmus a legjellemzőbb, illetve hinduizmus és iszlám is terjedőben van. Ez egyébként britannica.com. Na most talán valamire rábukkantam még pedig az, hogy a Sri... A Sri Lankából az egy szanszkrit eredetű szó, és a hinduizmusban használatos. Ez behindthename.com, és a jelentése szétáradó fény, ragyogás vagy csodálatos szépség. Az ország nevének jelentése tehát egy olyan sziget, ahonnan a fény szétárad, ami ragyog és csodálatos. Előbb-utóbb mindenki számára érthető lesz, hogy miért is megyek bele ezekbe a dolgba ennyire, de nézzük tovább, mert itt van a lényeg. Ez egy másik neve egyébként a hindu istennőnek, Lakshminek. Mármint ez a szó Sri. Ha megnézzük Lakshmit, azt találjuk, hogy ez egyaránt használatos férfi, illetve női névként. Ráadásul nagyon is elterjedt, ugyanis a hinduizmusban, Indiában, Tamil, Malai, Marathi vagy hindi kultúrában is használják, nem tudom, hogy ez a Kanada vagy Telugu mit jelent, de ott is. Kiejtése ugye Lakshmi, és ez szintén szanszkrit eredetű szó, a jelentése azonban egy jel, vagy egy jelzés. Ha valaki ismerős is a mitológiában, akkor annak sokat mond, hogy ez a hindu istennő Lakshmi volt a megtestesítője a bőségnek, a jó szerencsének és a szépségnek. Ő volt Vishnu felesége, Lakshmi szimbóluma pedig a lótuszvirág volt, illetve hát mind a mai napig az. Gondolom, hogy a gyakorlottabbak már tudják, hogy melyik irányba tartunk most is, ez Sri Lakshmi vagy Lakshmi, amint egy lótuszvirágon áll, ezen a képen pedig szintén őt láthatjuk. A helyzet az, hogyha minden egyes szimbólumot elkezdenék most elemezni, akkor soha nem lenne vége ennek a videónak sem. De hagyj mutassak rá arra, hogy megtalálható ezen mind az egy szem, ami utal ugye rá Istenségre, de végül is visszaut tudása, illetve Luciferre, ugyanúgy, ahogy ez a spirál itt a bal oldalon. Az élet, a halál és az újjászületés körforgása, valamint ez a alakú ékszer a ruháját. Ne felejts el senki, hogy Lakshmi testesíti meg a szépséget, a bőséget, ezt jelképezi ez a pénz, illetve a gazdagság, és a jó szerencsét. Ezotériában az érdekessége a lótuszvirágnak az, hogy megél mindenféle pocsolyában, vagy mocsárban, különböző olyan helyeken, ahol a szépsége elüt a tájtól, illetve a háttértől, amelyben megtalálható. Tisztaságot és szépséget szimbolizál. Ezen kívül az egyiptomiak megfigyelték azt, hogy éjszaka összezáródik a virág, és lejjebb süllyed a vízbe, hogy majd azután nappal újra felbukkanjon és kinyíljon. Felmerül a kérdés, hogy mit szimbolizál ez, de gondolom, hogy a legtöbben kitalálták, hogy az újjászületést. Ugyanúgy, ahogy a nap meghal éjszaka, és aztán reggel feltámad a poraiból, a lótuszvirág is meghal éjszaka, és másnap újra feltámad. Most már mindannyian össze tudjuk kapcsolni a lótuszvirágot és Lakshmi istennőt. Ezért ő Visnyú felesége és az ő szimbóluma a lótuszvirág, amelyel közösen ábrázolják általában. Akárcsak a legtöbb pogány szimbólum visszautal a napra, a világ tudatlanságában egyfajta nap imádatban él. Ez visszavezethető egészen Babilonig és a legkorábbi civilizációkig. A karácsony például a téli napfordulónak az ünnepe. Ez az a nap, amikortól kezdve a nappalok hossza növekszik, és az éjszakák hossza csökken. Így ünneplik a pogányok a nap uralkodásának a kezdetét, a világ a napot imádja, nem pedig a megváltó. Ez így volt a kezdetektől fogva. Ennek a jelképe a fa az örökzöld fa, ami az élet megújulása, illetve az élet ellenállása a halálnak, mivel az örökzöld télen a halál időszakában is életben maradt. Villámgyorsan még annyit Lakshmiról, hogy hasonlít az ábrázolása ahhoz, amit mindenki ismer, ebben biztos vagyok, ez pedig Vénusz születése ebből a kagylóból. A jelentése a két képnek ugyanaz, és szerintem érdekes az, hogy két egészen különböző kultúrában is megtalálható gyakorlatilag ugyanaz a jelentés, és ezt kiolvashatjuk a szimbólumokból, úgyhogy nem mondja nekem senki azt, hogy nincs jelentősége annak, amiről beszélek, vagy ez csak belemagyarázás. Amennyiben valakit érdekel a lótuszvirág jelentése, az elolvashatja a lotusflowermeaning.net weboldalon, de ugyanazt fogják elmondani, amit most itt részleteztem. A lótuszvirág jelentése elsősorban az újjászületés. Számos hieroglifán láthatjuk, hogy a lótuszvirág kiemelkedik nunból, nun pedig nem más, mint egy ilyen víz, egy ős óceán, és a nap istent hozza magával. Akkor mit is mond erről a képről ez a leírás? A lótuszvirág kiemelkedik a vízből, és a napistent hozza magával, ugyanúgy, ahogy a kajló kiemelkedik a vízből, és a vénust magával hozza. Ez itt Ancient History a Vénusz bejegyzés, ahonnan megtudhatjuk azt, hogy Vénusz volt a szerelem, a szexualitás, a szépség és a termékenység istenője. A görög Afrodité római megfelelője. Számos hasonlóság ellenére Vénusznak több tulajdonsága is volt, ő volt a győzelem, a termékenység vagy akár a prostitúciónak a védőszentje vagy istennője. Mindkét legenda, Afrodité és Vénusz legendája hasonlóságokat mutat szintén, és a tengerből születik az istennő. Gyakorlatilag kiemelkedik ebből az ős óceánból, és megszületik a szépség, a bőség, a gazdagság, a termékenység, a szexualitás, a prostitúció és a győzelem istennője. A Vénusz név jelentése római mitológiában Vénusz a kiejtése és szerelem, szexualitás és vágy latinul. Ez behindthename.com és elárulják azt, hogy ez a görög afroité tovább élése a római mitológiában. A földgömb rendszerű világrendben Vénusz a második bolygó a nap után. Részletesen most nem szeretnék foglalkozni Vénussal vagy Afroditével, mivel ezt már megbeszéltük korábban az április Afrodité Erkölcstelenség című videóban, úgyhogy akit érdekel, az mindenképpen nézze ezt meg az Infobaba csatornán. Hogy miközben van ennek az egésznek a sri lankai robbantás sorozathoz, mindjárt el fogom árulni, csak mindenki legyen türelemben még néhány percig. Teljes joggal merül fel a kérdés mindenkiben, hogy miközben van Lakshminak és a lótuszvirágnak Vénuszhoz, illetve a mostani robbantás sorozathoz. Ha megnézzük Wikipédiát, vagy bármely más forrást tulajdonképpen, akkor kiderül számunkra az, hogy Vénusz a második bolygó úgynevezett a naptól, és a mesevilágban 224 nap alatt kerüli meg azt. A legérdekesebb a Vénusszal kapcsolatban az, hogy ez a második legfényesebb égi test a Hold után, amennyiben természetesen az éjszakai égboltról beszélünk. De nappal is látható, ezért hívják hajnalcsillagnak, vagy esthajnalcsillagnak. csillagnak. Fénye olyan erős, hogy képes árnyékvetésre is. Meglepődne valaki, ha azt mondanám, hogy a Vénusz latin neve Lucifer? Ezen a képen éppen ő látszik, ugye a nappali égbolton, vagyis hát ez gondolom már szürkület, de akkor is még napfény van, de a Vénusz még mindig látszik. Ez semmiképpen sem újdonság azoknak, akik forgatják az írásokat vagy a Bibliát, miként testél alá az égről fényes csillag hajna a fia. Ez Ézsaiás 14-es fejezet 12. Levágattál a földre, akik népeken tapostál. Ez a fényes csillag, ez Heilel Ben Shachar. Ragyogó Fényes, szikrázó, vagy pedig csillogó. Emlékszik még valaki, hogy mit is jelentett ez a szó Sri? Ha esetleg nem, akkor elmondom, hogy ez ragyogó, szétáradó fény, vagy csodálatos szépség. Ami Lakshmi, hindú istennőnek egy másik neve. Lakshmi nem más, mint egy jel, vagy egy jelzés. Sri pedig az ő másik neve. Ő pedig a bőség, a jó szerencsé és a szépség istennője. Vénusz, a szerelem, a szexuális vágy latin megtestesítője, egy istenség a görög Afroditéból született. És a naptól számítva a második bolygónak is ez a neve. Tehát összekapcsolhatjuk Vénust, Lakshmit és Srit. És így eljutunk ahhoz az égi testhez, amely a második legfényesebb az éjszakai égbolton, és képes árnyékot vetni, olyan erős a fénye. Az est hajnal csillag a fényes csillag, hajnal fia, ben Shekhar, vagy pedig Lucifer, aki azt mondta, hogy égbe megyek fel, Elohim csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon, fölébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Sri Lanka tehát nem más, mint az a szétáradó fényesség vagy ragyogás, az a csodálatos sziget, mely a bőség, a jó és a szépség istennőjéről kapta a nevét, mellesleg ez egy jel vagy egy jelzés, és szorosan kapcsolódik a római mitológiából Vénuszhoz vagy a görög Afroditéhez. Ezek pedig mindegyike nem más, mint a fényhozó, aki felvilágosítja az embereket a tudás által Lucifer Heile Ben Shachar. Ooh, piece of candy. Ooh, piece candy. Hú, piece, of candy. Ooh, piece of candy. Ő az, aki feltámad a poraiból, mint a főnix madár, vagy a turu, és ő az, akit az egész világ ünnepel, nem csak most húsvétkor, hanem az összes többi világi ünnep alkalmával is. A képen látható emlékmű egyébként Illinois államban, Amerikában került felállításra, az üzenete pedig az, hogy a tudás a legnagyobb ajándék. Ezt egész véletlenül karácsonykor állították fel a városháza. Akit érdekel, olvashat erről a New York Postban, de szerintem talál erről a hírről gyakorlatilag bárhol információt az interneten. Mindazok, akik azzal jönnek folyamatosan, hogy az iskolában ezt tanulták, vagy a tankönyvben az van, vagy a tudósok bebizonyították, az nem más, mint a tudomány vallásnak a követője. Ezt a vallást pedig Heile Ben shachar vagy Lucifer alapította meg. Ezért gondolkodnak úgy róla a Sátáni templom tagjai Chicagóban, hogy a tudás a legnagyobb ajándék. Ez az a vallás, a tudományvallás, illetve a tudás az, ami el fogja juttatni az embert majd fokozatosan az isteni állapotba vissza, ahonnan szerintük leestünk. Még egy dolog. Figyelje meg mindenki azt a jelzést vagy szimbólumot, amit használ a Sátáni templom Chicagóban. Ez egy úgynevezett pentagram vagy ötágú csillag. Érdemes utána nézni ennek szerintem több forrásból, de erről a képről kiderül az, hogy amikor a Föld és a Vénusz legközelebb van egymáshoz, természetesen ehhez el kell fogadnunk a gömb modellt. De ezen az ábrán, amennyiben a Föld legközelebb van a Vénuszhoz, akkor a nap körül idézőjelben egy ötágú csillagot formáz a pályájuk. Ha valakit érdekel, akkor ez abovetopsecret.com weboldalon található. Ezt a szimbólumot az egyiptomiak, a babilóniaiak is előszeretettel használták ugyanúgy, ahogy a szabadkőműves Pitagoras követői. 3000 évvel időszámításunk előtt Mezopotámiában már felfedezhetjük az ötágú csillagot, mint szimbólumot. A sri lankai robbantás sorozat ugyanúgy, ahogyan a notre dame pusztító tűz egy okkult rituálé része. A világot irányító erők, az emberi és a spirituális erők túlórában dolgoznak azért, hogy megvalósítsák azt a tervet, melyet már évezredekkel ezelőtt kidolgoztak. Mivel itt mindig érdekességekről van szó, timeanddate.com-ról megtudhatjuk, hogy április 21-e az év 111. napja. Numerológiában természetesen ez három. Numerológiában a három reprezentálja az élet körforgását, a születést, a halált és az újjászületést, a múltat, a jelent és a jövőt. Itt azt olvashatjuk, hogy a három az első mozgással kapcsolatos szám, és gondolom, hogy ennek köze van a geometriához is, ahol legalább három pontra szükségünk van ahhoz, hogy egy alakzatot rajzolhassunk. Ezek közül a tökéletes, természetesen az egyenlő szárú háromszög, melynek így minden szöge 60 fok lesz, ami a numerológiában 6-6-6. Talán megérti mindenki azt is, hogy a normál állású háromszög az egy feminin vagy női szimbólum. Megpróbálom ezt az egészet összehúzni úgy, hogy érthető legyen a legtöbb ember számára ezek után. Ami a képen látható, az nem más, mint a sátáni vagy a luciferiánus naptár, azon belül is az ünnepnapok. Az egyik legjelentősebb ünnep az nem más, mint a húsvét. Az ünnepnapok általában valamilyen áldozattal kapcsolódnak össze, nem csak az írásokban, hanem természetesen a luciferiánus világban is. Az a peoplehistory.com weboldalról megtudhatjuk, hogy 1987-ben ugyanezen a napon, április 21-én az úgynevezett tamil tigrisek, akikről korábban már volt szó, hogy a kormányerőkkel harcolnak a függetlenségért. Egy bombatámadásban több mint száz embert megöltek, és több mint háromszázat megsebesítettek. 1836-ban ezen a napon vált függetlené Texas, Mexikótól. 1930-ban történt az ohio híres börtön tűz, melybe 320 rab életét vesztette. De 1934-ben ugyanezen a napon készült a híres fotó a Loch Nessi szönyről, ami természetesen egy hoax. A new world order can emerge. A new era. era. 1941-ben az első világháborúban április 21-én bombázták a németek tűz és robbanóanyaga a Plymouth városát, amely az Egyesült Királyságban van, hatalmas pusztítást okozva, különösen akkor, ha hozzáveszik azt a tűzvészt, ami utána tombolt a városban. 45 ben a Vörös Hadsereg ekkor lépett be Berlin elővárosaiba, 1956-ban Elvis Presleynek ez volt az első Number One száma a Heartbreak Hotel. 1962-ben Nevada-ban tesztelték az úgynevezett nukleáris vagy atombombát ekkor. 2012-ben Amsterdamban, Hollandiában egy vonat tragédia történt ezen a napon, amiben 117 ember sérült meg. Tradíció szerint 753-ban ekkor alapította Rómát Romulus és Rémus. 1984-ben április 21-én bejelentették Franciaországban, hogy az orvosok megtalálták az AIDS okozójának vírusát. Az AIDS és a hív mellesleg szintén egy-egy hoax. 2002-ben ugyanezen a napon General Santosban 14 ember meghalt, 69 pedig megsérült egy állítólagos bombatámadás során. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember azt mondja, hogy ő nem vallásos, vagy ő nem hisz semmiben, és ő nem ünnepel semmi ünnepet, a többiek meg azt mondják, hogy ők vallásosak, és ők vallásos ünnepeket tartanak. szituáció azonban az, hogy az egész világ egy ritmusra jár. Ezt pedig a pogány tradíciók határozzák meg. Gyakorlatilag mindegy, hogy ki melyik vallásban vesz részt, vagy egyáltalán nem vesz részt, az életének a ritmusát meghatározza a Gregorián naptár, amit mindannyian használunk. A szabad és munkaszüneti napok azok, amelyek meghatározzák az életünk ritmusát. Ezek pedig pogány tradíciókhoz kapcsolódnak, amik általában visszamennek egészen a civilizáció kezdetére. Ezért olyan fontos megérteni azt, hogy az, amit csinálnak az emberek az ünnepekkor, nem más, mint a régi termékenységi pogány rituáléknak a mai verziói. Ezért, mikor utána nézzünk a pogány tradícióknak, láthatjuk azt is, hogy az év négy jelentős ünnep köré rendeződik, amelyek az év kerekét alkotják. Az egyik ezek közül október 31, amit mindenki halottak napja és Halloweenként ismer. Következő december 31 a napi egyenlőség, ez ugye Szaturnália, vagy ma karácsony. Február 1, és végül eljutunk a tavaszi napi egyenlőséghez, március 21-én, ez pedig szorosan követi Beltán, május 1-én, a világ tudatlanságában a munka ünnepének örül, addig azok, akik valóban értik és ismerik azt, ahogyan működik ez a világ, tudják, hogy ez nem más, mint egy pogány, okult rituálé, mely belt a tűz istenét hivatott ünnepelni, aki nem más, mint a ragyogó. Világos, hogy miért beszéltünk ennyit ezekről a különböző istennőkről és istenségekről? Azért, mert ez ugyanoda megy vissza mind. Az pedig a fényhozó, a ragyogó, a fényes csillag, aki meghozza az emberiségnek a legnagyobb ajándékot, ami nem más, mint a tudás. Május egy egy pogány ünnep, ami a tűz istenét Belt ünnepli, innen a név Beltán. Bel nem más egyébként, mint amit megnéztünk már ma, Vénusz, Sri, Lucifer, a fényhozó, a csillogó, a ragyogó, a fényes, aki elhozza az emberiségnek a legnagyobb ajándékot, ami nem más, mint a tudás. Pogányok ekkor ünneplik a szűz istennőt, aki magához fogad egy fiatal istent. Ez egy termékenységi rituálé. Ez az, amit az emberek ünnepelnek nem csak május elsején, hanem most már úgy tűnik, hogy gyakorlatilag majdnem minden nap. De május egy egy fontos dátum, sőt az egyik legfontosabb, a tűz áldozat napja, az okkult, sátánista vagy luciferiánus új pogány vagy pogány naptárban. Így hát a miénkben is. Hiszen az egész világ egy ritmusra jár. LearnReligions.com ezért mondja, hogy Earth Day, vagy a Föld napja április 22-én egy nagyon fontos ünnep a pogányok számára. A Föld reprezentálja az Istennőt, Földanyát, Gáját, mindeneknek az anyját. Érti most már mindenki, hogy miért hívja a Biblia pogánynak az egész világot és a különböző népeket? Hát azért, mert mindenki, aki részt vesz ezekben az ünnepekben, az gyakorlatilag a világot képviseli. Van a Teremtőnek egy ünnepsorozata, és van a világnak egy ünnepsorozata. Mindenki a viselkedésével eldönti, hogy melyik urat vagy gazdát szolgálja és kihez tartozik. Április 21. a Május 1 megelőző két héthez tartozik, ami felvezeti ezeket a pogányokat. Az éves tűz áldozat napjához, amikor meg kell hozniuk ezt az áldozatot bel, a tűz istene, a ragyogó, a fényes, a csodálatos tiszteletére. Az ünnep és áldozatsorozatnak a része az, amit most láthattunk Sri Lankán, illetve amit múlt héten tapasztaltunk Notre-Dame-ban. Boston Maraton 2013-ban, április 15-én volt, Mexikói öbölben az az olajkitörés, szintén azt hiszem egy április 19-20-a környékén. De ezért mutattam meg a különböző eseményeket. A világ egy ritmusra jár. Az emberiség nagy része már nagyon-nagyon régen a fényes csillag bűvöletében él. Elfogadta az ő vallását, ami nem más, mint a tudomány. Olyannyira, hogy ezt intézményesítettük, és egy oktatási rendszer keretein belül programozzuk bele a következő generációk elméjébe. A tudományvallás papjai azok, akik meghatározzák, hogy mit gondolhatunk, hogy mi a valóság, mi az, ami elfogadható, mi a tény, mi az igazság. Tömegek pedig csak szépen menetelnek erre a ritmusra, várván azt, hogy mikor jön el végre személyesen a megváltó, aki ezt a tudományvallást képviseli és megszabadítja őket az élet szenvedésétől, és elhozza azt a korszakot, azt a gondtalan életformát, azt az utópiát, amelyet ők megérdemelnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a csikágói sátáni templom képviselőinek igaza volt, amikor azt mondták, hogy a tudás a leghatalmasabb ajándék. Csak a forrást választották meg rosszul.